hallása. Remélem lehet normálisan hallani engemet. Mindjárt indul. Jó van, megy. Hello, sziasztok! Na, akkor csapatom is. Egyébként nekem is sokkal jobb, mert most egyébként látom a csetet úgy is, hogy így játéba vagyok, mert végre be tudtam szerezni egy másodlagos monitort. Szóval, ja, zsírkereszt, szóval látom a live-ot, csetet, mindent. Jó, mit nyomjunk? Felnézek Skype PvP-re. Szokásos kedvencünkre. Hogy vagytok? Hát, köszönöm szépen. Jelenleg most jól, mert hát mert most találkoztam ismerősökkel nemrég, azaz épp kutyát indultam etetni, és közben hát vártok rám az a kerítés, szóval így, ja. Fú, de fura ez a billentyűzette. Ja, egyébként, akit érdekel egyébként, hogy jelenleg most egy másik billentyűzette vagyok, nem a Hamayurage-es billentyűzette, hanem egy olyan billentyűzette, vagy az egyik haverommal cseréltem billentyűzetet, hát egy hétre, ami holnap vagy holnap után vissza fogok kapni, mert vasárnap lesz, jól tudom. Ja. Holnap vasárnap, és akkor így holnap fogom visszakapni a billentyűzetet, az visszacseréljük egymástól. Jelenleg amit használok, az egy Kolink V8 Blacklight, ha jól tudom. Hát egy ilyen... Ja. Hát ára, hát ha valaki kérdezné, jól tudom, ilyen 5000 forint, hát ilyen makrós, meg ilyen antighostingos, tudjátok. Szóval, ja. Billentyűzött őszintén bevallom, fura. Szóval, hogy így, ja, mindig kezdjük már. Nem pofázni jöttem, hanem játszani jöttem. Kit. Kit mester. Egyébként az egér padot szerintem felveszem, DP-t állítok egy kicsit, és akkor fura lesz, mert ugye ennél a billentyűzetnél az a bajom egyébként, hogy amikor nyomom az escape-et, kurván nem az escape-et nyomom, hanem a record gombot, mert a vizém mellett van egy ilyen makrózható gomb, meg ilyesmi. Mindig azokat nyomom meg véletlen. Úgy. Szerintem. Úgy látom, faszán megy a live, csak annyi, hogy 480p felbontású, szóval bocsánat, nem a legjobb minőségű, de legalább egy kicsit gördülékenyebb lesz. De majd állítok a bitrátán, csak előtte le akarom tesztelni. Ne lövöld, azért légy szíves. Na. Mondjuk így hagyom, és akkor közben mehet a live. Na, én szerintem lehet, hogy hamarra megindulok, csak lövöltözni fog az a gyerek. És remélem, hogy jól hallható vagyok, szóval hogy hallotok normálisan. Játszottam. Egyébként van egy Mindsight combo flyos videó, amit holnap feltöltök, mert már kb. Egy hete már itt a nyakamon porosodik a videó. Szóval holnap látható lesz az is. Ebbe az OP-t mi ez? Aranyalma. Geci egér akad.
kapkodjon. Szóval, hogy valahogy leragasztanom. De egy perkit. Annyi, hogy lejjebb tekerek itt a cseknél, meg nem látom teljesen. Jó van. Felrakhatom. És végre volna visszakapom a jól megszokott billentyűzetet. Most most ez a billentyűzet nem játszott a Minecraftot, szóval így kicsit fura. Nekem. Gondolom a haveromnak, neki meg az a fura egyébként, az a billentyűzet. Gondolom. Vagy ő meg ezt szokta meg, ami most nálam van. De majd úgyis volna vissza, cseréljük, azaz visszaadjuk egymásnak, azt... Jap. Ezt itt nem teheted meg. Így, hogy lelkök egy ilyen szart, vagy hogy... Hát keresünk egy chesteket most. Miért ne? Smaragd. Ez a Skype-ét ez nekem unalmas, szóval nem haragudtok. Nézzünk fel itt PvP-re, vagy... Hát, nézzünk fel most itt PvP-re, hát most... Kit zavar, kit nem? Ez meg miatt tököm. Jó, ja, ezek raktárak. Itt a kulcsokat, hogy gondolom ezek kulcsok. Ezek kulcsok. Ezeket el kéne adnom. Erre vagytok. Hát tökön tudja. De hol van egy normális rendelcsesz, vagy perelcé. Na. Ide biztos, meg ide sem, mert nem azok a izék. És komolyan vagyok ennyire vakkor, ezeket a chesteket nem találom. És őszintén. Kitünk nincs. Megkaptam. Ja, de van kitünk. Jó van. Nulla szintű kitünk van, szóval, hogy ez szerintem valami OP. Raktár. Oké, és ezzel mit csináljak? Most komolyan őszintén, ezzel mit csináljak? Mi a lósz, ezt csinálja? Kezdve a szarra. Szart ide teszek, nem. Nincs. Jó, mindegy, tojom le, menjünk ki, azt majd meglátjuk, hogy mi lesz majd itt. Háj neked is zsomba, egy marc zsombi anyá, pincér. Bocsánat, csak megtámadtak. Be kellett volna innom az erőt, geci. Á, nénikédet lövöldözzed? Beiszom az erőt. Gyerek köcsög. Ó, ez a billentyűzete! Műnj innét! A retkes néni kérdett. Na, várja. Na, inkább így. Volt nálunk erő, he. Na mindegy, elbasztunk egy erőt. Bocsánat, hogy hunyan baszél. Premier lesz, gyertek nézni már. Mármint lájkoljátok a live-ot, köszönöm szépen. Lájkoljátok, akkor ilyen, több ilyen live lesz. És megint elnézést kérek, hogy 480p felbontásina. De szerintem mondjuk így jobb, hogy 480p felbontás, mert nem akar, csak annyi az, hogy bitrázat kéne járítsak már ez így, mert szar magyarul. Na. És
Vessük be a PvP tudásunkat, úgy érzem. Jaj, jönnek rám, mint a gágyi. Na? Gágyi. Jó, van ez Skype, ez GP-ben nem tetszik, mert full gyenge tud vagyok. Majd ha szerre cuccot, akkor talán erő is lesz majd, csak akkor játszunk kéne többet. Én nem mondom leszem, hogy felmegyek a Vortex Combo Fly-ra. Egy ki gyerekek, ha nem bánjátok, én szerintem lehet, hogy nyálítok valami azért bitráltát, mert hogy ne legyen ennyire lófütyi. Szóval értitek. Na. Bemegyünk az OBS, pedig tök jó egyébként végre van egy kipasszott másodlagos monitorom, és a másod monitoron tudom állítani itt a dolgokat, meg minden közben. Mindent közbe. Na. Csak annyi, hogy találjon meg merre van itt. Csak annyi, hogy... Hát egy kicsi a felbontása a monitoronnak, szóval egy átka van ennek. Ahogy ide átrakom, alkalmaz, így. Oké. Várjatok. Na, elnézést, ennyit pöcsölök vele. Na, így. És akkor remélem, hogy már jobb lesz a cucc. Na, csapassuk én ezt a Wolfex Combo Flight, én amondó leszek. Már nagyon rég csapattam, ezt is körülbelül egy hete, amit majd hónap feltöltök videó. Ah, és egy kb. Hete csináltam meg. Szóval... Ja! Kurva jó. Bocsánat, megint a csúnyán beszélni, de... Tudjátok, ez egy ilyen csatorna, hogy... Ki egy... Előfordulhatnak csúnya beszédek. Ja, sziasztok! Én is itt gengeltek veletek? Hello! Hello! Gengeljetek is veletek? Ahhoz nem tudják, hogy live-olok, szóval... Várjátok, ki kell írni most live-ban. Várjátok, kiírom. Live van a... Hoppa, oh, hoppa, hoppa, néni kérek. Igen. Oké, tudjátok mit? Én most fogom... Azt megölöm a gyereket. Ki is volt? Tudja a retek? Na, nem figyeltem egyébként a nevet. Tehát ez a billentyűzethez olyan fura nekem, hogy... Játszottam hasonló billentyűzeten, de nem volt ez ilyen fura ennyire. Hol vagy te gyerek? A néni kéret. Te voltál? He? Most kilöklek innét. Szevasz! Ugye te nem bántasz? Csak kézzel pofozgatsz. Na, ő volt én szerintem. Ja, ő volt. Csak szerintem annyit laggolok, mint a picsa. Azaz, hát lag. Mondjuk annyira nem laggolok, mint eddig, netlagilag. Úgy veszem észre. Ja. Hát de hely, hát. Gitrezni nem tudok, mert le vannak fagyva az ujjaim, mert nem még voltam még kint. Szóval, hogy te el tudok gitrezni valamennyire. Hát de a néni kéteket, hogy... Mocskos néni kéteket. De akkor a live minden látom már. Szóval itt biztos nem a izével lesz majd a gond. Ha már így is akad, geci, akkor nem a neten már lehet a gond. Meg akkor is, amikor videót veszek, mert nem live-olok OBS-je.
Szóval itt szerintem az OBS beállításaimmal lehetnek gondok. Csak én mindegy, kipróbáltam, már videót is néztem, egyszerűen semmit nem találtam róla. Vagy mindegy, próbáltam, egyszerűen semmi nem oldotta meg. Eskü. Ha valaki tudna segíteni, azt megköszönném. Lögdoda. Jó, mindjárt megdöglök. Hát ez ilyen szorító, ez egy keci jó volt-e. Hát he! Na. Nos, gyerekek. Gyerekik. Kírom azt, hogy live-on, gyerekik. Érzem, hogy kírom azt, hogy live. Nem live. Live van. Csati. Mester. Mester. 215. Várja. A ménikédet! Fú! Ez a billent, de én így sem tudok írni. Nem így, hanem így. Faszomat. Fú, eskü, minél hallom visszaszedni, amikor a Shell billentyűzetemet, mert ezzel nem tudok játszani Minecraftot. Lore-ra minden hülyeségre jó, csak Minecraftra nem vagyok benne jó. Kicsit rájegyzünk itt kézre. Valakit be kéne támadni, úgy érzem. Hát gyerekik, hát most... Megvárjuk azt, hogy megint valamelyik kézét betámad. Mint például ő! Hova tűnt itt egy györök? Egyem az uzárdot neked is, hát szervusz! Leszünk tímes! Várja, per duel... Várja, per duel ACCFTT ACCFTT. Mi is a neved? Valami XX. Na. Na, ennek kidobom a... retkes mindenit. Várjál, tesó, mert nem vagyok ezzel billentyűzettel meg. Nem vagyok ezzel billentyűzettel megbarátkozva, szóval. Várjál, team, vagy... laggolok! Szóljál, hogy mehet. Vagy én laggol, vagy ő laggol? Hát én laggol, geci. Vagy már megint a köcsök haverom csorja a netet. Ezt közben ő is nyomatja ezt a sok szart. Ki tudja. Már eddig nem laggoltam ennyire. És őszintén, akkor is, amikor izésen játszottam, 720p-n, akkor sem laggoltam ennyire. Ú, de laggolok. Jaj, ő laggol! Ebből is laggolok egyébként, szóval...
Na, mindegy. Lagóba én sem tudok nagyon játszani, szóval laktesó. Anya, Torrentos, az állni is le, vagy nem tudom, mindjárt megírom neki csak. Megonosztam Torrentos srác, vagy nem tudom, hogy streamel, finom is, és megkérdezzük, hogy streamel-e vagy Torrentos, azaz letölt-e valamit. Na igen, akkor ezt ilyenkor le kéne állítani. Én is úgy szoktam egyik, hogy a Torrentosok valamit ilyesmi, akkor leállítom, mert az egészet beszopja. Tesó, lehet úgy indítom a kliens tesz után. Oké. Vagy kliens. Na most, várja, most ez fasza. GF. Most faszán, izé. Sosze volt a neted, vagy mi? No, mindegy. Valakivel PvP-zni kéne. Play.space, vár, jöttököm, gyere játszani, igaz, ki van az IP-n bannolva. Várja, ez egy Minecraft szerver? Ja, csöcsöcsöcsöcsöcsö. Oké, majd felnézek majd rá. Ha visszanézem majd a live-ot is, akkor kiírom egy izére szövegű dokumentum, és akkor másnap, vagy akár máma, ha annyi kettő, akkor felnézek. Pitypap úgy vagy. Na, hát be kell vágnom a zenét is hozzá. Csá, neked is Games 2000, de 56. Nagyon erős a srác, gyerekek. Nagyon erős a srác. És így ez nem jó. Vagy jó, csak mindig. Adri, holnap cseréljünk vissza billentyűzetet, jó? Játszni tudok vele, csak néha írni nem tudok vele action közben. Szóval most elbillentyűztem, meg van szokva. Felhívhatlak? Ne, felhívhat, csak arra megyek, vagy a tökön tudja, hogy mi. Várja, lehetok felhívom azt a gyereket, Games 2056-ot. És ha nem gond, ő is benne lesz. Itt vagy? Én persze itt vagyok. Jóva. Üdvözlök mindenkit a live-ba. Üdvözlök mindenkit, én ebben a Nem sokára lesz kint egy videóm, csak még az index képet meg kell, hogy nekem csináljam. Is lesz kint egy videóm hónap, csak hát az még... Amúgy kb. Egy hetes videóm, szóval... Ja. De meg lehetőleg várd meg a jövő hét csütörtöket a GTA 5-tel. Nekem tesótól elkérned. Én elkérem tesomtól, nem érdek. Megértőt. Tesótól elkérem. GTA 5-öt. Csak azért mondom, mert... Hogy tényleg egyébként minden is a GTA 5-ök itt érdekel, mondjuk igaz, hogy... Igen, de igaz, hogy korlátozni fogják nálatok a netet, úgyhogy... Amúgy tudjátok mi a jó? Elvileg azt mondták, hogy a 8 óra akkor nem lesz internet, de mégis van internet. Hát...
Ezért lenne jó, hogyha cserélnéd fel, és hát szolgáltatod hát, szóval egy bács. Hát, egyébként ja, egyébként is várom azt, hogy legyen új net. Mikor kezdtél live-olni? Mi? Mikor kezdtél live-olni? Pű, kb. Egy ilyen 10-15 perccel, nem tudom. Ja? Amikor mi elmentünk onnan tőletek, utána? Hát, kb. Egy ilyen 5 perc után. Egyébként már sétem egyébként, hogy mentem kutyát etetni, és akkor... És hirtelen hopszót teremtünk, mi? Megvan a GTA? Igen, megvan a GTA, úgy az, hogy tesón még annól megvette. Igen, meg megszerezted most ingyen. Hát most ingyen megszereztem, csak hát faszom. Dani, akkor már nem fogsz... Olyan szinte le van korlátozva a letöltés, hogy torrentozva háromszor letöltöttem volna. Igen, és én mondom neki, hogy várja meg a jövő hét csütörtököt, hogy akkor töltse le. De egyébként tudjátok mi volt a borzasztó? Így reggel kezdtem a letöltést, hogy hívják. Hát az Epic Games az olyan az, hogy ha onnan befejez, onnan fogja folytatni. Na reggel majdnem elkapott az ideg baj, mert előről kezdte. Ezt vártam egy napot vele, bazd meg, hogy végre valameddig eljusson. Szóval, ja. Vagy kénytelen leszek megvárni, vagy elkérem. Inkább legyen. Egyébként akartam GTA-zni, és már úgy... Legalábbis egy órában elkezdtem leszenni, de milyen megtudtam, hogy ingyenes ez a GTA 5 Epic Games-en. Beszereztem. Június 4-től Ark is ingyenes lesz. Jaj. Az Ark Survivor. Ja, az és Arkozni is... Az Ark az tényleg jó játék, csak nem tudom, hogy a te géped el fogja elvinni. Hát csak el fogja vinni. Figyelj, hát... Mindjárt viszem a gépigényt. Volt egy olyan játék, hogy nem viszi, a fasz nem viszi el, geci. Hát figyelj, olyan szóval lebonyítom a grafikát, minden. Ja, még belemész a játéknak a izébe, mi? Igazából 8 gigaramot írnak, i5-öt és egy 2 gigás videókártyát. Hát figyelj, hát 8 gigabyte RAM, hát 6 giga is szerintem bőven elég. i5. Jó, mert... Hát igaz, nem i5-ös processzorom van, de az i5-höz közel van, azaz... Ja. Hát kb. A processzorom az olyan, mint egy i5. Csak annyit mondok, hogy 100 gigát, 108 gigát biztos, hogy Hát kapják be a pöcsömet. 108 gigát kell, akkor a tárhelyet kell, hogy felszabadítsa. Nekem is elfoglalja, 142 gigát csináltam. Hát rohagyjunk a GTA, és majdnem 100 giga. 98, azt hiszem. Azért mondom, majdnem. Majd csak most letörölném az Ark Survivor, csak mivel mindig kedvünk támad vele játszani, így nem. Lehet, hogy én is indítok mindjárt egy live-ot. Igaz viccéjéként, hogy letöltöm az Ark Survivor-t, meg ezt a GTA-t is letörlöm, akkor de mi a picsát szedek le a gépre, mert 250 gigabájtos vinyóval marha sokat érek. Hallod, itt lesz az új géped. Hát... Ja, de az mikor lesz itt az új gépem? Hát én lesz egy 120 gigás SSD, egy 500 gigás SSD, meg egy 1 terás HDD. Az 1 terás HDD-re rárakod. Ja, egyébként, ha valaki kérdezi, hogy mi vannak ilyen ízés tárhelyeim, hát a 120 gigás SSD lesz csak a rendszer, meg az illesztő programok. Az 1 terás lesznek a játékok, meg a programok. Hát a 500 gigás SSD, hát olyan program, vagy olyan inkább játék lesz rajta, ami mondjuk HDD nehezen indul el. Szóval, ja. Lehet, hogy na, kirakom indexkép nélkül. Egyébként, akit esetleg érdekel, hát leírhatom azaz, amit majd veszek majd új gépet majd. Csak egyébként egyébként az van még az, hogy én a gépet jelenleg... Félig van kifizetve, szóval, hogy fél akadt nem a gyerekek. Szóval nem azért lesz egy idő, miatt összekaparok annyi pénzt, mint valójában nem egy olcsó mulatság lesz a gépem. Közel 200 év. Hát közel. Hol van a videnyó, mit van? Legalábbis hát amilyen gépen van, hát az a mostani gépen van, hát az valójában, hogy hát azért hát, ami jelenleg gépem van, az jóval olcsóbbna. De mondjuk, amikor ezt a gépet, hát félig kaptam, félig vettem, akkor még el is egy ilyen jó gépnek számított ilyen 2015-2016-ba. Hát nekem, ami most van gépem, ahhoz pont a videokártyámhoz rohadtul nem érdik ez a proci. Hát a i5 2400, vagy mi a tököm, 500, az nem. 2000...
Az nem, a 1060-hoz nem, mert nem hajtja ki rendesen a játékot. Hát a 1050 az igen, a 1050 Ti az esetleg elég, de a 1060... Igen, de az pont nem volt. És pont a 1060 volt. Hát baszki, miért nem vetted meg izével, hogy hívják, videókártya nélkül gépet, úgy mint én, azt utána venni bele egy videókártyát. Azért, mert nekem a 1060 sokkal jobban hangzott. Sokkal izésebb, ilyen, hogy is mondjam, hát ilyen szimpatikusabb, szimpi volt, na. Szimpi volt, mert 6 giga, csak arra nem számítottam, hogy a procim nem fogja tudni kihajtani. Jó, most jelenleg elmondom egyébként a izéket, az új gépemet, hogy majd milyen lesz majd. Jelenleg nekem csak protit kéne cserélni. Jelenleg egy hát processzor, hát az egy AMD Ryzen 2400-as lesz. Nem elég Ryzen jó 5? Proci. A kártyám az egy Radeon RX 5800, 8 GB-os. Szóval hát az a 1080 Ti körül van már. Vagy bocsánat, sima 1080. Alaplapot, várja, nem Ryzen 5-es annyit tudok, lesz? Hogy valami gigabyte, elfelejtettem, bocsánat, fejben nem tudom, nekem le van írva egyébként. A tápom az egy 600 wattos táp lesz. Egyébként a gépházam az olyan lesz, hogy alapjáraton lesz egy tápegységem. A gépházam az annyit tudok, hogy van még... Jó, bocsánat, hogy nem tudom teljesen fejből a saját gépházat, minden. Ugye nem egy egyszerű neve van neki, annyi az, hogy gigabyte is valami. Esküszöm, majd a következő lájnál a videóban bemutatom, vagy megmutatom, vagy leírom majd ennek a izé alá majd leírásba. Hát ugye a vinyókat megbeszéltem. Vagy vinyókat a tárhelyeimet megbeszéltem. Monitor az egyenlőre maradt, inkább egeret veszek, szóval... Egy egér lesz, meg egy új fejhallgató, meg egy új mikrofon. És nézem, még mindig le van korlátozva ez a kurva internet. És egyébként hát ugye majd veszek háttért is majd ezzel feliratkozónál, ugye lesz facecam, szóval, hogy így ilyen... Zöld gondolkoztam majd, hogy olyan facecamem lesz, hogy hát ilyen, hogy is mondjam, szóval maga a hátterem nem látszódik, szóval én látszódó benne. Szóval majd arra is majd költé fogok majd meg egy... Legalább egy épkézláb, mondjuk egy 720p-s kamerát nem ártana. Nem. Szóval nem az az olcsó 360p-s ilyen kis ketyere, az a tessék deszét, hanem mondjuk, hát ha esetleg, az a baj, hát néztem webkamerákat is, ahhoz képest, hogy csak egy vacok webkamera, azért vannak borsos áron kamerák azért. Jó, hát most nyilván nem sajnálom rá a pénzt, jó, sajnálom rá úgy a pénzt, de ha azt akarom, hogy normális legyen az maga a setupom meg minden, akkor azért ölnöm kell pénzeket, ösztöndíjakat, melózásos pénzt, amit kimelózok, igen, mert járni fogok melózni megint nem sokára, szóval nagyon fasza, meg annyi, hogy még interneten összeszedtem pénzt. Egyébként gondolkoztam rajta, hogy hát... Mondjuk én ezen a csatornán én nem PZ videózok, gondolkoztam rajta, hogy megúsztam a PayPal-okat, vagy nem tudom is akkor, aki akar, küldhet pénzt, aki nem. Mindenkinek a saját döntése. Ahogy van PayPal-on minden egyébként. De én egy úgy vagyok vele, hogy én nem azért kezdtem videót, egyik őszintén mondom, nem azért kezdtem el videódni, mert hogy hát jó a pénzé, meg bezsebáljam a kis zseppénzeteket, ilyesmi, hát ami van. Nagy szart, hát én bevallom őszintén azért kezdtem videózni, mert unatkoztam szó szerint. Na, videó, egyrészt inspirált néhány videós, meg unatkoztam. Szóval, ja. Hát gyerekek, hát ha nem unatkoztam volna, vagy nem inspiráltak volna a videósok, akkor nem is lett volna YouTube csatornám. Egyébként, mert valljuk be őszinte, amikor nem gondolkoztam ezzel, hát hülyeségnek tartottam minden. Jó, unatkoztam, egyszer kipróbáltam. Nem olyan rossz ez a videózás tényleg.
melyik, és szerintem, ha nem próbáltam volna ki a mai napig egy... Mi a fasznak csinálok én videókat? Szóval, ja. Egyébként nyáron tervezek vlogolni is majd. Egyébként van egy vlog csatorna, amit jelenleg nem adok ki. De mit akarsz te, Steve? Ha itt van a gyerek egyszer szarba, hát legalább legyen már szetted, légy. Nem tudok kidobni szetted. Várjál gyerek, várjál. Na most intézzük el. Most megint pingelek, de kurvára pingelek. Megint. Most nem tudom, egyszer pingelek, egyszer nem. Jobb, de nem jobb. Meg a stream is jobb, de nem. Szar. Jó, ez kifejezetten szerintem olyan live ez, hát ami kicsit idősebb korosztályoknak való, mert azért káromkodok eleget itt nektek. Már kezdem, most már Minecraftot is megszoknom ezt több billentyűzetet. Már csak annyi az, hogy írok minden, mindig a vizé nyomom, meg a makró gombokat, meg a rekord gombot, hát... A rekord meg a makró gombok, ezek nem igazán működnek. Hát igen, észrevettem, hogy ki akartam próbálni egyébként, de hát... Rájöttem, hogy a te billentyűzetnek a szériája, azaz a maga a Calling V8 Blacklight-os billentyűzetnél, igazából csak dísznek vannak a makaró gombok, mert sokan mondják, hogy kurvára nem működik. Én is próbáltam minden, hogy nyomogatni, meg ahogyan kell makrót állítani. Nem, egyszer nem működik. Nem működik, nyugi. Nem is fog. De legalább boldogan látom, hogy van anti-ghosting a billentyűzetetem. Szóval azt nem tudtad, de mit jelent. Vagy elmagyarázom neked. Hát az anti-ghosting az, hogy az olyan, hogyha a legtöbb billentyűzni, inkább egy irodai billentyűzetnél, az úgy van, hát ha egyszer lenyomsz gombokat, akkor maga a géped elkezd csipogni, meg sípolni. Na már most az anti-ghostingos billentyűzetek azok olyanok, egyszerűen az egész gombot lenyomhatod, nem fog besípolni a gépetek. Ennyit tud az anti-ghosting. Mert csak ezt, hogy team van? Ja, team van. Ja. Team, várjál. Én neked egy team van. Csináljunk képet? Várjál, csináljunk egy fuxos képet. Nem FPS-t akartam, képet akartam csinálni. Én is most nekiállok live-olni. Gyere, azt live-olja. Mindside-ot meg valami játékot fogsz majd. Resident Evil 7-et. Na, az jó, azt majd nézem majd live után. Na. Figyelj! Szerintem flexeljünk itt, mit szóltok hozzá? Úgy is látom, hogy már megint megtámadtak. Meseket szesz, hogy köszi! Szíve! Nem tudok írni. De mondj már innyi te! Hello, pig! I like combo! Milyen cuki kis... Milyen malac skin? Csá! Per, várjál! Belejtem, és telóról nézed a vizét? Nem, más monitorról nézem, másodlagos monitorról. Ja, tényleg van már másodlagos monitor. Nagyon régen beszéltem vele, team van? Ja, igen, team van, igen, team van. A mai napig team van, hidd el. Bármi is, bármikor team van. Alkalmaz, oké. Jó. Akkor stream indítása, hájom, katu, agy. Na. Sziasztok, InGames 2056 vagyok, és ebben a live-ban Resident Evil 7-ezni fogok. És itt tart velem Mester 2000. Hát, 115 is, igen. Szóval YouTube-ozzunk. Na. Ez egy Resident Evil-ös, mi csinálsz? Akkor én már bele is vágok, nem is húzom a szót. Várjunk csak. Ha, mit piket tud ez a gyerek? Továbbiak. Ahogy szétkombózom a gyereket, mint a
Kutyok, szar, szemét, szaralak. Tudod, mit gyűlölök ebben? És kilépett a gyerek, jól láttam? Az gecire jól láttam, hogy kilépett a gyerek? Szerintem igen, jól láttad. Visszanézem a live-ot, az a gyerek volt, te baszki, de most... Az komolyan kilépett. Lehet, de lehet az FPS értéket tudom, izé. És jól látom, kilépett a gyerek. Minden fog fecsölni. Na. Folytatás. Igen. Hú. Hello, Light Wolf. Hello, hello. Na. Jó szóval van, nem folytatni az a gyerek, fogom a Resident Evil. Jó van, nem lépett ki a srác, ne aggódjatok. Nem lépett ki. Elfejtettem a címét jobbra át, én végigjátszást akartam írni, na mindegy, jó van ez így. Csak egy kicsit fácsok, szóval, na, nyugi, ne aggódjatok, nem lépett ki a srác. Csak én láttam félre. Na. Annyira rossz, hogy izé késik a live. Hát állítsd be, hogy ne késsen live. Vagy az a tipikus 1-2 másodperces live késés, vagy inkább 5. 5 másodperces késés, igen. Az a tipikus. De elfelejtettem kezet mosni, rohadjak meg. Közed mosni. Hát de a néni kédet, hát várjál, kiengedem, várjál, már nem vízbe akarok én PvP-zni. Na. Sokkal jobb a te billentyűzeted, mint az enyém amúgy. Elhiszem. Na. Akkor, ó, itt de, hagytam abba. De gondolom, te is inkább a saját billentyűzetedet szoktad meg, nem? Hát most megszoktam már a tiédet, nyugi. Hát én is, némelyik játéknál már megszoktam meg, valljuk be. Legtöbb játéknál jó a billentyűzetet. Egyébként annak örültem volna, lett volna makró, mert akkor még jobb lett volna. Van makró, csak nem működik, na. Egyébként, ja, örültem volna nekem, ha működtek volna makróknak, akkor én... Tudod, mit nem... Szuperó használtam volna. Na mondd. Valamit mondani akartál. Azt nem tudom, hogy hol hagytam abba, lángszóró. Az úgy jó, ott hagytam abba, hogy lángszóró. Az úgy szép. Ott hagytad abba, hogy nyanyát... lángdő szóló. Nem tudom, hogy a gyereket, bal fasz vagyok. Viszont a nyanyát Magin, nem bocsánat, tudom a káromkodásért, de ez most ilyen live, hogy én káromkodok meg mindenféle. Csúnyán beszélek! Káromkodok és csúnyán beszélek! Nem igazán merek a nyanyához elmenni, bassza, meg még a végén rágot fog kapni tőle. Na lehet, hogy hónap meg itt kihozom a járókeretet, azt így... flexelek vele majd. Tényleg addig, mikor hónap majd izé, majd lefessük majd a járókeretet? Ha jössz át hozzám. Ja. Találtam egy rossz járókeretet. Azt majd fel fogom tuningolni. Várjatok, mert... Nem látom a chatet. Így, most már látom a chatet. Jó, meg én meg ide lemegyek, mert nem merek tovább menni. Annyi jó baszki, hogy van másodlagos monitor, nem kell telefonon pöcsölnöm össze, és gyors ránézek, az jó van. Igen. Erre jó másodlagos monitor. Csak annyi egyébként icipicit a kártyának a teljesítményébe levesz, mert ugye alaplapba akartam bedugni a monitor, csak valamiért nem tudja egyszerre kezelni. Azt így, ja. Tudod mi a szar? Az, hogy nincsen rohadtó. Várjunk, tudok készíteni ízét? Szóval egy icipicit vesz le a teljesítményünk, mert ugye több képkockák kell menni, és nem csak 1920x1080, hanem még mellé 1024x768-as képkockát kell megnyitni, szóval így semmit nem tudok elkészíteni. Egyébként ahhoz képest én nem veszem észre, csak annyi az, hogy icipicit 1-2 FPS-e kevesebb van? Szóval, ja. Valahol van egy rohadt láda, csak nem tudom, hogy hol. Hoppá! Elfelejtettem, hogy van gyors fordulás. Szóval egy-két ilyen FPS, icipicit kevesebb. Szóval, hogy így... Ja. Ó, hogy mindjárt rákot kapok attól a rohadt játéktól. Rákot kapsz attól a rohadt játéktól. És ma megint megtámadnak ilyen nincsen 500 annyian is. Köszönöm szépen, mert... 10 lőszer. Te meglítettük egyszer. 10 per 10. És belöptek a gödörbe, mert ilyen gödrös. Gödrös rúskat játszol? Gedres, de rúska. Riska Móre. Ja, ez velem van, nem? De tudja a tököm, hogy velem van. Nem merek ki. Mit a velem lenne, úgy emlékszem, hogy...
Ezt a tímeltem le vele. Mindig letímeltem, az nem biztos, hogy letímelt ő is velem. Oh. Aki akar tőlem, aztán tímeltünk, hát most nem vagyok az a fajta, hogy most ilyen videós vagyok, és akkor annyit meg annyit fizessél, meg, ja, szóval aki akartam tímelt, tudom le, hát most mindenki haveromnak. Mondjuk itt már voltam bent, basszus. Egyébként, akit értek a Games 2050-nak a mostani eszmecserézős Resident Evil-ös live-ja, nézzétek nyugodtan. Mert őt nézni kell, őt is. Főleg a beszarásaimat. Ja. Még mindig megvannak a napos videók, akkor hiszik, hogy be akartok fosni, nyugodtan gyertek, de ha nem akartok, akkor... Ha nem akartok befosni, nyugodtan gyertek hozzám, mert nem feletiteket ijeszgetni. Ja. Csak talán egyszerűen... Tehát lehet, hogy folytatom majd az ilyen... Emlékszem, régebben csináltam ilyen para tesztes valami videós live miatt tökömet, hát... Hát őszintén nem para volt, hanem inkább undorító, szóval... Talán parának mondható egy jumpscare, de... A többi, hogy így egy köldök ki, hogy így patkányt húznak ki, hát az nem ijeszt, az undorító, attól hányni lehet tőle. Attól csak. Elfelejtettem, hogy hogy kell kinézni oldalra, bassza meg. Áááá. Meg egyébként, ha esetleg nálam akartok játékokról videót látni, és nem csak Minecraft, hanem, hogy is mondjam, hát... Nem csak Minecraft, hanem mondjuk bármi, mondjuk például egy Resident Evil 7-et csinálok. Egyébként nézzetek fel, egyébként a leírásban ott vannak a csatornák, hogy mikre nézzetek fel, meg igaz, hogy kurván nem Twitch-elek, de ha van kedvetek, nézzetek fel, mert igaz, mostában ráhagytam a Twitch-et, egyszer elkezdtem, csak utána úgy voltam vele, hogy nem az én világom. Resident Evil? Egyébként meg azért is, egy nem az én világom a Twitch, meg másrészt, meg YouTube-on többen néznek. Szóval, hogy hát... Picsa, nem a te világod? Hát így vettem észre, hogy én... Hát YouTube-on sokkal érdemesebb, mert YouTube-on jobban nézitek, mert legtöbben YouTube-on vannak a nézőim, mert YouTube-on kapisgáltam vissza. Istenem, találhat már el azt a rohadt repülő cuckom volt. Nem izén Twitch-en kezdtem. Jó, Twitch-en kezdtem volna, akkor talán egyébként. Hoppá, varjú kulcs. Lángszóró, pénzérme. Jó, én eskü valaki nyírjon már ki, mert nagyon be vagyok kopva, legalább te léci, nyírjál már ki. Köszönöm szépen. Ez meghálálom majd. Tudod mit? Perszpom. Anyátokat. Tudod kivel szórakozzál? Anyáddal az ágyba, avval. Milyen van? Kártya, sicidnét. Na. Tudjátok mi az érdekes, hogy húzzál vissza a rákba a nyanyához. Na, be vagyok rekedve. Reked vagyok. Reked! Biztos túl sok kukit szívtál. Egyébként én is köszönöm, vagy nem köszönöm, de ahogy sziasztok a Games nézőinek, akik Games nézik. Na, elfelejtettem beköszönni. Látjátok milyen pofátlan vagyok? Hát, nagyon pofátlan vagyok. Látjátok, hogy Adrinak Games 2006 Na, Games 2050-nek milyen pofátlan haverja, hát még a nevét se tudja kimondani normálisan. Elkezd szégyen magamat. Jó, én azt mondom, hogy... Én lehet, hogy én most kilépek a Combo Fly szerverről, a Wolfex-ről. És én áttérek. A Wolfex-ről? Hát az a Combo Fly szerver, nem? Ja, de? És én? Lehet, hogy nyomok. Ó, basszus, most jön az a rész, amit kurvára nem akarok látni. És én meg lehet, hogy... Ó, na ne! Tudtam! Csapat választó. Amúgy 5500-a vannak fent, de semmelyik sincsen izébe egyébként, ilyen, hogy is mondjam, ilyen szarokba. De azért 5500-on fel vannak a szervere. Na. Ez indulni fog. Sziasztok! Gyertek csak ide! Köszönni, igen. Így szoktam köszönni, hogy kiírom ezt a részt. You bastard! Anyádat!
4, 3, 2, 1, go! És kivel leszek együtt? Vagy ez ilyen... Izés? Egyedül? Na, úgy látszik, egyedül vagyok. Oké. Okay. Okhaj! Mi az Isten? Én azt mondom, csapassuk. Ahogy te néztek a live-ot, most az a baj, hogy pont nem látom azért, hogy hányan nézik. Tudod, mi a legidegesítőbb ezek a rohadt játékokban? Egyrészt kurva lassú a karakteren. Másrészt, rohadtul rengeteg faszkalap jön rád. Faszkalap? Kalapos faszok. Nem, nyaszkalap. Nyalt kalap ki. A Makkom kalapját! Na, hogy szépen fogalmazzak. Ugye? Hogy meg. Anyádat! Várj, szedek fel, ezért csak mi figyelem. Majd oda fel fog építeni majd, mert ugye kell egy imát, hogy fejleszek, vagy marad, vagy tudja a tököm mikor. Bazd meg. Miért játszom ezzel? Ezzel betömöm a ágyat, mert... Komolyan. Miért játszom ezzel? Kedved komolyan. Azért. Nem akarok bifogni, de muszáj. Nem kell. Na. Elég halkon, de kiengedtem. Hoppá, ide teleportált. Szóval itt nem fogok pazarolni semmire, shotgunt. Na, azt fogok használni. Megvan a GTA? Ja. Csak közben visszaolvasom a videóm, nézd meg, bazd meg. Jó, van, megnézem a videót, bazd meg. Na. Kus. Kus. Suck my dick. Suck my dick. Mi van, vascsák? A vizé gyémánt sárkány. Tudod mit? Gyere, csóró. Megetted egy píze. De mennyi vaskardot veszek? Na jó, szerintem gyűjtök még. Ezért. Aztán majd. Nem bánjátok én bitráltát, a fasz, én nem állítok bitráltát. Aztán jönnek, kinyírnak, aztán csá. Mondjuk szerintem fogadjunk, hogy elveszítem ezt a meccset. Tehát, hogy kire? Anyádat! Na. Építkezzünk! Na. Hoppá. Valakinek a ányci-mányciát kiütötték, és majdnem leugrottam. És leugrok! Hát ilyen nincs! Menjünk ezt a shiftet, azt... Megdöglöttem magyarul. Hát de bazd meg! Beszarok ezt! Hát de bazd meg, hát én is leestem, bazd meg. Bazd meg, bazd meg. Érzem, hogy máma valami úgy fel fog kurni, az biztos. Szerintem ez a szaros lesz játék, fés, amiben van meg. Na akkor tovább streamelek. Na. Veszek izét. Hót. Valahonnan szereznem kéne bazd meg HP-t. HP-t? HP laptopot? Kurva anyátokat, jó, hogy basszam meg azt. Okay. Kitalált titeket meg anyátokat azt. Hát idegesít, hogy úgy fel fog mába basszni ez a játék, hogy sose fogom tudni megcsinálni. És közben figyelek hátrafele is, hogy nehogy engem itt lelököljenek, meg ilyesmi. Úgy látom, a kék és a piros azok kinyifantak. Kell egy imánt, és ott egy zöld. Hogy leesel, azonnal kezdj el kimászni a gödörből. Ahogy leesek, arra gondolsz? Értem. Ezt felveszem addig, és akkor fejlesztjük itt a boltba. Nem, itt kell. Mert egy ide kell jöjjek ehhez. Szett. Jó, megpróbálok kimászni. Port. De... Hát most szerzünk gyémántot, mert... Baj lesz. Meg rohadt lassú a karakter. Az a baj, skill pointok nincsenek a játékban, és sokkal szarabb lesz.
Hát ez nem fog menni, azt már próbáltam. Most mászok ki. Á, majdnem megint leestem. De most se tudok, mert így rám jön ez a ribanc képű köcsög köcsög. Ritka a csíp, de nagyokat. Szárazd már be! Fú. De lehet, hogy majd teszek be háttérzni, és hát, hogy hangulatosabb lesz szó. Hát én hangulatkeltő gyerek vagyok. Rám fog szúrni. Nem fogok tudni... Nem fogok tudni kijönni, mert rám fogja küldeni ezeket a köcsökfaszokat, úgyhogy nem fog tudni innen kijönni egy darabig. Szerintem az, ebbe az lesz a lényeg, hogy ki kell, hogy lőjem a picsába, amíg ki nem döglik. Meg ezek a rohadékok, bazd meg, itt táncikálnak, mint az anyjuk fasza a tökébe, bazd meg, és nem lehet kilőni. Hát mert tökély az egész, ahogy van. Ne táncikálj már, hanem maradj már egy helybe. Szaros. Na. Most mász ki. Figyelj, nehogy átépítsenek, hogy te rózsaszín. Most kell kimászni. Támadjunk, hogy védekezzünk. Ez félrejtő volt, hogy védekezzünk. Aha, értem. Üregsz az, anyám. Hát az innen jöhetett. A máshonnan nem. Nem lehet ellopni. Kulcs? Mert. Hú. De legalább izé, tovább jutok. Szerintem azt mondom, védekezzük és nem rossz értelemben mondom, na. Itt egy kisgyerek. Ha-ha-ha-ha. Tudj. Na. Fogán védekezzünk, nem rossz értelembe gyerekek, és ezt szerintem... Egy kis gyerek után jövök. Alárakom. Na, védekezzünk, alárakom, kicsit sem félreérthető. Fogán egy kis gyerek után jöttem, és van még lángszóró. Jó. Mentésed nehogy legyen, minek az? Most szét akarok nézni mindenhol, hogy min, antik érme, térme. Tudja, hogy még bunyózni kell ezzel a szemétládával. Jó, ez itt nem használható. Mi volt te bunyós pityú? Vudu babát nem tudom elrakni. Pisikaka, pisikaka, nyálam van a vudu baba. Tudtam, hogy ezt fogod mondani. Pisi, kaka, vudu baba. Szérumot illeti a következő tételekkel képes szintetizálni szérumot. Első D-sorozatú. Ott is sárga. Agyideg, második D-sorozatú perifériás ideg. Jézusom, ezek mi a francok? Azok képen, kérem szégyen, azok francok és francisták. Meg francok. Mit keres itt egy kisgyerek? Jézusom. Neveld fel. Mi van? Legyél apuka. Most. Állnék élet. Nem veszek én semmit, hát most. Össze-vissza nézem a chestemet, de közben semmi nem... Anyáddal! Mi van? Hát anyával küzdök. Jézusom, még valami lesz. Az apját ja, már kinyírtam. Ja, Sex New York. De nem. Még van testvére. Van még a testvére, meg az anyja. De jó. És az apja merre van? Valami... He. Az apját kinyírtam már a csajnak. Ja, hogy te így nyomod. Értem. Szétvágtam a láncfűrésze. Nyír. Na ne! Na ne! Ne. Mindjárt beveszem ezt inkább. Én szerintem most nem érdekében spanyekos akciózok.
Lehet, hogy imádtokat el kéne tegyem majd. Fú, komolyan mondja a játék, hogy menjek vissza azért a rohadt döglött lámpásért? Oh. Döglött, nem döglött, meg döglött. Meg ki is döglött. Extrák. Chest nincs, ami valami, de itt van. Csak meg az anyád! HP-tlanul jövök vissza. Én azt mondom, akció, itt a izé. Na ez beteg, hát igen. Na. Ez da. Beteg, brutál. Még itt pedig jó, hogy nem már szarás közben kapom el a nőszemét. Egyik ott láttam a rózsaszint. Szóval ott hello, Juna. Van, ahol csak jelenleg ezt nem megyek innét, mert cseles az vagy kilök, vagy ilyen is akkor. Oh, szotyit adjak a fejére. Megszotyíz minket. Hely, hát most én már megyek, azt kinyírom azt a rózsaszint. Rózsaszín. Rózsaszín. Erős vegyszer. Jézusom, mit tudok még összerakni? Én felmegyek oda. Mit tudok még összerakni? Rózsaszín. Itt a smaragd. Győzd a Margaretet és szerezd meg a lámpást, anyád. Ha, most csináltam egy rövidítést. Ott vannak, figyelj, hát a besugár. Hí, sadgálőszer. Ember. Ej. Gyere ide, cic. Ha még a répa földi... Jó, mert tartottat már intéztem. Jó. Hogy megy? Hát, is. Istenem, már hogy lehetek eljutottam, hogy Margaretet kell izé. Őszintén, hogy? Odáig eljutottam, hogy Margaretet kell lassan kinyírni. Szerintem lófasz lőszerem nem maradt a sátgám, hogy olyan? Még nehéz volt kinyírni ezt a nőszemét. Tehát ki lesz még, úgyhogy most fogom kinyírni. Isten, ez jó volt. Nagyban neki lesétál. Erős visszarugás, micsoda erős visszarugás és erős visszatartó erő. Az a baj, hogy itt nem tudok se vásárolni ízét, csak menteni. Valonnan szereznem kéne ízét. Jaj, hát szavas Kevin! Üss ki, hogy ott jut a cugorját, én azt mondom, én is. Ha, he, ha mi a ti, ha ma a ti, ha mit akarsz? He. És sprinter a karakter. Hát én is kérdett. Meg merti jönni. Üdvözlet mesternek is, dobtam neki egy... Üdvözlöm én is. Neki is egy lájkot. Köszönöm szépen, én is üdvözlöm. Csak közben nagy akcióban vagyok. Köszönöm szépen a lájkot. Nem könnyű. Nem könnyű, de nem könnyű, azért... Nem lesz, könnyű lesz meghalni, meg... könnyű lesz legyőzni, mert nehéz lesz legyőzni. Nem könnyű, de azért a néző kedvéért mi azért apoly annyit beleadsz. Mert nem állok jól HP ügyileg, azt már jelzem. Hát én meg statisztikai keresd ügyileg meg a szélum összetevőjét, nyisd ki a régi... Ha ezt jelütöttétek ki, akkor is te át tudok menni. Azt mondom. Oh, bakker. Figyeljetek ide, hát én most... Most kilökjöm, hogy kinyírjam? Jó. Benne tartom, de majd a P-t lőd Margaretnek a shotgunnal. A pöcsét? A pöcsét lőjem? Hát a pöcsét meglövöd neki. P-jelet. Hát a pöcsét. P-jét, lőd. Nem. Valaki tanítson már meg olvasni, de hogy halál komolyan. Engem meg beszélni tanítsatok már meg. Hát még nem lőjük az angol, nem tudom, de még a magyar se tudom normálisan. Szóval... Ja. Ez az! Van HP! Van HP! Van HP! Ugye ez nem tímelnek? Van HP! Ugye ez nem tímelnek, de most őszintén. Van HP! Gyertek ma ide! Na! Gyertek ide, azt intézzük el itt! Gyere Máté! Nyírjál ki, mint megint!
Ja, a pináját, értem. Már bocsánat, de átrakom majd izé. Felnőtt a szilárd tüzelőanyag. Tüzelő. Befinkhatok a kedd, de az tényleg tüzelőanyag lesz. Ez jó kis gyújtós. És nem. Gyere ide. Gyere. Nem löklek ki, csak gyere ide. Nem löklek akarom, ki. Nem akarom. Ne. Nem akarom. Jó van, GF. A shotgun lőszer már van 2. Hangszorot használd rajta, és amikor mozog, egy fészek lesz ott neki, azt lőd. Ó, van még 70 lőszerem ebben a farban. Itt van még az ágyam, geci. Kész, kompetsz, ennyi. Vagy nem? Vagy de? Nem? De miért nem ütötte ki az ágyat? Hiszen majd még egy boss fight is lesz Margaret után. Azt hiszem, nem vagyok benne biztos, de azt hiszem lesz utána még egy izé. Jó, másik oldalról van bezárva. Jó, még egyelőre ez szétnézek. Ezt úgy érzem, hogy... Na, üsd ki, üsd ki! Üsd már ki! Hát, az egész szar szétbontotta, az erre meg nem üti ki. Hello neked is, Verzaid Máté Viktor. Na, most végig nem kúrtam a nevedet. Így jó lesz. Na, gyere, üsd ki, üsd már ki. He, de helyedbe azt kiütném. Várja, ezt most csak szimplálizni akar engem? Jó. Várja meg, tesó, mert veszek én cuccot. Ez kurva érdekes lesz. Anyádat! Na. Tesó, várja, veszek szettet. Le ne gyere. Megvan már, mire jön ki a jár. Mondom, várjál már meg, he! Ah, ez így fog eljátszani, aha. És lagul a live. Ami baj. Azt lövöm a pináját. Pináját lövöm. Shotgunnal, mit mászkált a pinagetet? Nem elég. Ez már tényleg beteg. De amennyi majdnék. Ez tényleg beteg. Ennek tényleg a pináját kell lőni, baszki. Melyer vezi? Na. Dani, ennek tényleg a pináját kell lőni. Ezt esküszöm. Azt a kurva! Te ember, te tényleg beteg vagy. Áh, halig, fú! Ó, de szépen seggbe lőttem. Ez az, de szépen seggbe lőttem. De szépen, de picsán lőtted. Lángszoró és shotgun, oké. Azon vagyok. Á, egy HP-ja maradt! Egy HP-ja! Mi a... Gyerekek, ez tényleg beteg. Ez nagyon beteg ez a játék. Ez egy full. De szépen pinál lőttelek. Állj ide a pinádat! Jézusom! Mi a szar? Állj ide a pinádat! Istenem! Állj ide a pinádat! Ez nagyon beteg! Hagyjál már, ez az rohadt beteg! Ma az nem azt, hogy állj ide a pinádat? Üde jó sunán lőttem. Állj ide! Előbb lángszóró, oké. Okay. Na, gyere! Sunádat add már ide, bazd meg! Így, mi? Azt a kurva! Igen, most fogom sunál lőni! Aranyom az! Jó, van még fertőtlenítő. He, hát megvan már, miért nem lehet ezt fölösök kinyílni? Hát már aranyom azik. Jó, lángszoróba kaptam még. Jó. Oké. Okay. Au. Ez hol van? Hova rakja ez a petéit, baszki? Ez tényleg sunán kell lőni, bassza meg. Hát a néni kérdett. Pizánkolj.
Ölötted is. Felszedje az izéimet. Ó, oh, te buzi ez az érek. Ha felszedje az utcaimat, nem légy, hogy nem ütik ki az ágyamat. Gyere, gyere, bonc! Ha, ha hol vagy te? Na, ne cuccoljál, hanem gyere ma. Legalább addig lesz valami a videóba. Ó, leestem. Na. De ne a cuccaidat rendezgessed, hanem gyere, azt játszunk. Igen, azt nem kellett volna ennyit felhasználni a shotgun. Na végre. Na. Hova rakod a peteidet? Vágszol és amikor fetreng shotgun, oké. Okay. Nem most szűjjé! Harcolsz velem, akkor harcolj! Az ne szűjjé! Azt mondja a gyerek. Mire gondoltál, mit fogsz tenni? Ne szűjjé! Ne harcoljál! Én harcolok. Adri, lesz olyan barátnak szülni fog, amikor azok, hogy leszüljél a barcójá, vagy nem tudom. Ja. Feküdj már ki! Ha megcsikárt a gyerek. Ennyi volt, kinyírtam már Margaretet. ez easy volt. Easy peasy. Csak maradj kurvára halott, oké? Okay? Halkolj, hogy mi fenne? Ennyi volt Margaret? Hát a Margaret. Margaret, érted? Egyen. Addi Margaret. Ja. Hagyja. Tik. Így igen. Az borzasztó lesz, remélem. Remélem, akkor tényleg a szívroham fog elkapni. Köszönj segítséget, jövök neked egyen. Apa, megdöglöttem. Jó, már kell... Most állítok bitrát át, gyerekek, én most állítok bitrát. Na hát ez így rohadt jó lesz. Egy picit lentebb össze. Nincs elég helye, tehát... Kimenet. És akkor... Ez mire jó? Kombinálható bizonyos tárgyakkal is így eltávolítva belülük a vegyszert egy használható tárgy ki. Így is akkor. Pici rosszabb, rosszabb lehet a minőség, de... Igen! Ez az! Jó. Most itt az lesz a dolgom, hogy ez már ide nekem fölösleges. OBS kell néznem, hanem a YouTube-ot kéne nézzem. Ja, hát nem fölösleges. YouTube-ot kéne nézzem. Aj, érméket már úgysem fogok gyűjteni, az már fölösleges. Ha te mondod. Tényleg, köszönöm, Juna. Na. Erős vegyszer. Hát vissza kell, hogy menjek. Hát nem lesz sokkal jobb, de... Ja. Nem, Bois, mind nem sokára... Nem sokára azért, az még túlzás, de... Zárja el az... Majd jönni fog majd az új internet, és akkor... Gyorsabb lesz, nem fog annyira lagolni. Nem, remélsz, nem fog lagolni. The fuck? Már nem lesz ilyen 20 pixeles a live. Meg aztán meg lesz az új gépem. Felnyitottam. Aztán kicsit komolyabb. Komolyabb. Most azt csinálom, hogy fel fogom javítani ezt a fegyvert, ami van nekem. Akkor is lehet videó majd. Ki fogom cserélni erre. Ezt el fogom cserélni. Ha már én végigvittem, akkor segítek. Bármi sokat... baromi sokat spórol az ember, ha tudja, mit kell csinálni. Amúgy igen, igazad van. Tényleg sokat lehet vele spórolni. Igen. Tehát, hogy az ember tudja, hogy mit kell csinálni, meg hogy kell kinyírni, akkor ugye egyszerűbb. Igen. Jóval. Jóval egyszerűbb. Ezt kinyírjuk. Tényleg jóval egyszerűbb. Lesz még valahol amúgy táska. Ja, nem tudom feljavítani a fegyvert, mert egyszer csináltam belőle. Erre mondják azt, hogy cumi. Nem baj. Cumi kacak. Gyere ide. Gyere ide. És visszafordulj. Beszarsz, visszafordulj. Erős vegyszer csináltam, mert az jól jön. Jó, akkor most...
Na, gyere majd ide! Telefon süketek most még egyszer mentse. Találkozni akarok, de hát nem akarnak találkozni. Na. Na. Akkor, most menjünk szépen vissza. Néztem a nevedet, hát mit harap ez a gyerek? Hát nem itt se lehet nézni. Fú, de bunkó vagy egy gyerek, komolyan he. Hát most jól megérdem, lehet, hogy mindjárt kinyírlak. Na. Vagy te engem. Hát amúgy itt tényleg egész könnyű. Hogyha segítség nélkül csinálom, akkor egész könnyű lenne. Nem egész nehéz lenne. Na, így ezt akartam kifejteni. Nem rossz ez a játék, csak nekem nem Resident Evil-ös. Amúgy nekem se adjál teljesen a Resident Evil-t, mert nem azok a zombik vannak benne, amiket megszokott az ember. Például ott van a Resident Evil. És hány embert tudok én itt kinyírni? Hány embert tudok én itt kinyírni? És kinyírtam. Például ott van a Resident Evil 3 remake. Az például nagyon Resident Evil-ös. Resident Evil 2 remake, az is. Azok is rohadtul átadják az embernek ezt a azt a feelinget. De ez... Hú, ez nem nagyon Resident Evil. Meg elvileg penis vírus. Penis and Evil. Jó, ez szarul, tudom. 3-4 órás kampányért nem fizetek 18 000-et. Ebben mondjuk marhára igazad van, mert inkább letorrentezem a francba, aztán nem is fizetsz érte, nem full ingyen. Hát egyik az viccékét, én szedeleges, én azt mondom, hát azért ne fizessék ki egy játékot, ha nem lehet multizni. Én úgy szoktam, hát ami... Az látom, hogy... van egy olyan játék, ami fizetős, de nem lehet benne multizni, és semmi szart nem lehet csinálni. Hát és a törben ugyanaz megvan, akkor... Én szerintem felesleges megvan, hát a törbe is simán lesz. Anyád fasza, mi volt ez? Szóval, jaj, én is ez Evelyn. Evie? Evelyn? Nem tudom, hogy ejtik. Nem tudom, mi a neve. Evelyn? Evelyn? Hello. Van itt... Hello, sziaszt, szevasztok. Na, ez már nagyon Slenderman-es, bassza meg. Mi volt hát ugyan? Evelyn. Úgy néztem, egyik éppen ezt megmutam, mert nagyon gyorsan. Tipők. Visszamegyek. Nem visszamegyek. Bosscraftról megyünk. Multi nélkül is van, ami megéri. Assassin's Creed, Red Dead Redemption és az RPG. 200 óra játék, az megéri a pénzét, multi nélkül is, mester. Neked mondják. Hogy? Nem figyeltem, bocsánat. Akkor megfelolvasom még egyszer. Multi nélkül is van, ami megéri. Assassin's Creed, Red Dead Redemption és az RPG. 200 órás per játék, 200 óra per játék, az megéri a pénzét. Multi nélkül is, mester. Aha. Még az átisztelek, az megéri egyébként. De az ilyen igen, több játék, ami olyan kis piti játék, meg hogy... Hát ami szinte úgy törbe ugyanaz, szóval én azért nem adok ki pénzt. Mondjuk egy AC-t kiadok pénzt, vagy pénzt. Egy AC-t kiadnál egy pénzt, ami nem köt le valamit? Hát ja. Azért adok ki pénzt, ami nem köt le. Szóval ez így van, gyerekek? Ez így a helyes? Nem most harjál be lámpa. És nálam. Na. Harajtál. A másra nem hiszem, hogy ez úgy, ezt nem köti le a... embernek a filmet járt, és akkor azért fizetni akar érte. Egy labda. Kiduráncsom. Ez mégiscsak egy ilyen... Hát ha négy kéret. És akkor itt most én mit csináljak? Várjam a fügykösemet? Hát akár. Csak annál YouTube-on. Jó van. Szarvicót tudom. Hát aki jó ismer engemet, az tudja, hogy én nagyon rossz vicceket szoktam mondani. De ezt beszéljek itt tényleg. Jó, néha tök jó vicceket elmesed, de azt gondolsz nem live a videóban, hanem hogy magán... Na, az ilyen magánéletben szoktam én jó vicceket eltönni, hogy rögnek rajtad a live-ban mondok valamit. Nem? Te nem érdekelsz. Te nem tudsz jó viccet mondani. Hát én mérnék innenki. Hogy itt most mi a francot csinálja?
Megvettem az Assassin's Creed Odyssey Gold Edition-t 13 000-ért, amivel az összes DLC jött. 223 órát tettem bele. Ez a special megérte. Tehát van értelme az AC-nek, Dani. Ugye legalább az ilyen DLC is van, mert minden. Igen, hát a régi AC-khez, amihez nincsen DLC, ezekhez van. Itt egy kis ajtó, erre kellett jönni. Nem tudom, egyébként mondom, hogy nem nagyon szoktam AC-ezni. Jó, hát AC, meg van Xbox 360, de az is nyilván tört verzió, szóval, hogy... letorrentoztam a játékot. Na ugye, az Xboxom az olyan, hogy... Szerintem kész, ez lesz az. Majd az Xboxom az olyan, de lehet, hogy... Fúj, kar, D-sorozat. Bár a live-ban elmondtam, nekem olyan Xbox konzolom van, ami ki van lőve, RGH-s. Az azt jelenti, hogy... Na mindegy, a RGH-s vagy kilőtt Xbox annál az, hogy egyébként az, hogy tört játékos tudtok játszani, csak egy hátránya van, live-hoz nem, csak internetet bedughattok, csak ha ki van lőve az Xbox, a mindenféleképpen a live elérést szüntessétek meg, ne csatlakozzatok live-ra, mert ha rácsatlakoztok live-ra, akkor Microsoft automatikusan le fogja tiltani a konzolt, ami utána... Evelyn! Nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani, de én szerintem, ha újra rakjátok az Xbox-t, akkor utána tudjátok úgyis használni. Nekem van egy sejtésem, hogy az öreg lesz az. Nekem van egy olyan sejtésem, az hogy... Bányász. Anyád kütyájára hozzá azt a rohadt penészes anyádat, azt! Ezt a penészes kenyeret, hát nem hiszem, hogy nem bírod megenni. Jó, hogy nem, már nálunk is elkezdenek penészedni az emberek, basz. Tudom, átjövök hozzátok, csillandrit itt a penész. Baszki, de elkezdett a penészes anyagot. Robbanjon már a fejed, na végre, Istenem. Jaj, a ribancok. Öreg lány? Aha. Igen, igen, tudom, mert egyszer néztem egy végigjátszást. És a kedvenc videósunktól néztem végigjátszást. Robbanjon a fejed, köszönöm. Brétúró. Igen, ő tőle. És szerintem Béturbónak rohadtul igaza van. Én igazat adok neki. Jó, mondjuk egy tényleg az egy vicces dolog az, hogy mosógépet kelt, azaz mosógépet vett, és tényleg az, hogy valljuk be, ha rá is gondolkozunk, inkább mosógép, mint grafikusna. És kidobott a szerver. Persze, mondjuk igazat adok neki, tehát... A szerver megharagudott rám, mert amit mondtam, az egy kicsit vicces ez a cucc. Egy cucc? Na, ez a dolog. Azt tudom, hogy a legvégén... Nem. Azt tudom, hogy most telefonálunkat nem kéne választani. Mert mi azt fogjuk ezzel kinyírni. Ezt tudom. Csak úgy kedvet kaptam hozzá. Pötői, Henaro... Ja, ki lehet, hogy... Igen. Tányomok egy Wolfax-et. Ezt utána... Lehet, le is állítom a picsába a live-ot, és utána áttérek Adrihoz, azaz írok. Elnézem, hogy igazat ad neki. Beszélgetek. Meg fiatal vagy, majd később meglátod, hogy nem jó ember. Hello, Kati. Most az egy kérdésem, hogy innen hova menjen az ember? Mit ír? Keresd meg a szérum összetevét, találkozz Zoéval a lakókocsiban. Jó. A kocsihoz kell menni. Hoppa, gyúlik a szám. Ebből lehet, hogy beszalás lesz. Adom az erőt, hogy ne szarjál. Az erő legyen veled, erre szoktál mondani. Az erő legyen veled. Én vagyok. Várjál. Én nem Yoda mester vagyok, hanem Yoda mester vagyok. Yoda mester, persze. Yoda mester vagyok, az erő legyen veled. Adri, a félelem legyen veled. Ó, ide is át lehet ugorni, nem is tudtam. Azt gondoltam, tudnod kell róla, hogy pihenésre van szüksége. Csörög a telefon, pillanat, csak nem halljátok, mert le van némítva. Pilis minyélyek.
nem hiszem, mert hát az asszony hív. Mondjuk... Tudom, hogy B-turbó néha nem jó ember, mert tudom, szokott orribálni, de azt mondja, ez a tudjátok, hív az asszony kötelesség. Szóval... Ja. Várjatok. De én nem tudom, de abban igazatok meg, hogy jobban érezte magát külföldön. Trollkodjak a gyerek, lábjait, vagyok, csak... Még eljusson oda, hogy bocsánatot kérjen, ez jó ember. Szóval, beszéltem az asszony a telefonon. Hát ugye nálam az asszony diktál, szóval így nincs mese, beszélnem kell vele. Na. Én nem igazán tudom B-turba, hogy milyen, mert nem olyan sűrűn néztem. Én csak hallottam a pletykákat, hogy... Ő ilyen. Én is egyébként, nem is egyébként, amikor... Egyébként én bevallom őszintén B-turbót, régebben néztem, de mostában nagyon ritkán néztem B-turbót. Én csak utána néztem el utána, amikor volt rá szó az, hogy hát ugye B-turbó, meg ilyen, tudjátok, volt ez a nem fizettek el grafikus, meg ilyesmi, meg tudjátok, ez az izé is tudsz. De hát nem értem, hogy egyáltalán... Meg egyébként tényleg mondjuk azért annyiból megértem egyébként mondjuk a... Akkor mondjuk kicsit pénznek mondjuk rászólt, és akkor egy kicsit... Hát ezt a grafikust egy kicsit mellékelni kellett. Azt de igen, de, de most így, így én igaz, hogy gyerek, azt a kurva. Igaz, hogy én gyerek vagyok még, 16 éves, de én sokkal fontosabbnak látom a mosógépet, mint egy rohadt grafikust. Mondjuk azt azért, ja. Mondjuk én szerintem, nem tudom, mondjuk nekem az fura egyébként, hogy a grafikus nem engedi, hogy kifizesse. Hát én a grafikus helyében lennék, hát én már gyötrém az, hogy mikor fizeted már ki. Szóval érted? Szóval... Na mindegy, hát ezt tudja. Hát mondjuk ebben igazad van. Mert én sem örülnék, ha nem fizetnek ki. Szóval nekem ebben ez az egyetlen egy fura egyébként az, hogy hát... Ha még jelenik a grafikus, nem és még a mai napig nem fizet neki. Hát én már össze-vissza verdébe az ajtót, hogy pénz? Hol a pénz? Szóval, de az a baj, hogy nem mi voltunk ott, és nem, mi csak terjesztjük a pletykákat, ami B-turbóval történt, és nem hát, B-tu- és csak B-turbó volt ott, meg az az illető, akitől kérte. Ők tudják hát ezt, hogy szóval hogy van ez az egész. Ja. Szóval, hogy mi egyébként úgy, mi nem pofázhatnánk ilyenekről, vagy szépen mondva, nem beszélhetnénk ilyenekről, vagy beszélhetünk róla, csak hogy mi nem voltunk ott és pihát. Őszintén, van bizonyítékunk? Nincs bizonyítékunk rá. Na, akkor még. Na. Jobban hagyjuk már ezt a témát, mert... Na. Most már ott ezért fogunk csúnyán beszélni. Most jó, igaz, hogy... vannak közös barátaink is, láttuk a levelezéseket, erről ennyit. Ja, aha, értem. Oké, és ha minden összeáll a kép így. Aha. Jó, igaz, hogy csak egy picit fogtam fel, de most így visszagondolva... Ja. Jó, mondjuk te sokkal idősebb vagy nálam. Én vagy a néződ? Juna. Ja, hát mondjuk szerintem az biztos, mert... Várj, hány éves is Juna? 30, 20 évvel idősebb. Hát akkor jó, hogy... Jobban tudja, mint mi.
Mondjuk azért valljuk be, idősebb, az tapasztaltabb is. Igen, ezt mondom. Szóval ezt nem tagadom, hiába vagyok ilyen... Várja, hogy is nevezik azt az illetőt, a izé? Nem nagy ego, hanem... Nem tudom már, elnézést, nem tudom. Szóval, ja. Ez egy kibebaszott gránátvető. Jó, Zol, nem tudok számolni. Bocsánat, na. Egy alvafa, kettő, két kaszisza, három... Egy kibebaszott gránátvető van nálam. Egy kibekurt gránátvető. Hát örülj neki! Egy gránátvető, amivel tököket szét lehet robbantani. Hát, akkor robbant szét tököket is, akkor így ilyen... Kiszeded a tögmagot belőle, és utána majd kipirított sütőbe. Vagy megpirított sütőbe. Mint én, amikor faragtam a tököm. A Halloween-i tököt, na! Azt szóval, a jó hatalmasat. Akik kicsit ilyen izés, na hogy is mondjam, kicsit ilyen mocskos természetük van, mocskos fantáziák van. Erre van a monsterem. Azoknak amúgy ajánlom, hogy na, azokat elszomorítom. Nem az a tök, hanem ami terem a földben. Szóval te töketlen vagy, értem. Most túlreagáltam, tudom, de hát most muszáj volt elmondani, mert... Akkor szerintem te töketlen vagy. Igen, töketlen, megmutassam. Jó, ne. Ne, ezt inkább felejtjük el. Tudjátok mit? Ez sok. Őj, oda a mesternek is sok volt már a perverz vicceiből. Hát... Ha belebírok nyúlni a shotgunért a játékba, akkor szívesen lelövöm. Olyan őszintén, neked is már és egy kicsit sokkolom egyébként ezt, hogy... Ezek a perverz vicceid, ezek mostanában, nagyon szóval. Mostanában inkább ma ilyen... Hát egy izé... Tervezes napodban. Lehet azért már annyi fagyok pörögve. Túl sok energiaitalt itt el, úgy látom. Amikor ezt már van. Aha, erre van. És hát kell, gránátvetővel. Ja, igen, gránátvető, bocsánat. Itt van Evelyn néni, az öreg lány. Megyek, az öreg lány. Lájtom a streamet, mert már... Nem nézim ezt. Amúgy az egy kérdésem van, hogy ő mitől lett ennyire öreg. Mikor a gyerek fiatal énjét látjuk. Na, ezt nem értem. Hát, aki kíváncsi, hamarabb megöregszik, szóval ő rád hamarabb volt kíváncsi, szóval... Igazából Evelyn a jó, ha jól tudom. Evelyn a jó, és ő akar nekünk segíteni, mert ő tudja, hogy mi ez az egész. A kurva anyád! Hányan támadtok rá, most őszintén. Mi a faszom vagy? Hát, nem tudom. Na várj, nyíljatok ki, mert már... Na, nyírj már ki! Köszönöm szépen, na! Én szerintem ezt a live-ot most már le is állítom, mert már szerintem senki nem nézi már... Földön. Meg... Ja. Szóval ennyi lettem volna mára, köszönöm szépen, hogy itt voltatok ebbe a mai csodálatos esti streambe. Ha tetszett, akkor hát ugye nyomassátok a like-ot, iratkozzatok fel, és... Ne felejtsetek el csengőt nyomni, ha értesülni akartok, ugye, figyelj, videót töltünk fel, rohadék, és netán nem esetleg nagyon, sztorikat nagyon osztanák meg. Kövessetek be Instán, ha képeket akartok látni, meg ilyen olyan, hát ugye, sztorikat, ilyesmiket, szóval, ja, amit igaz, hogy ritkán szoktam, mert nem vagyok az a Instagram most. Várján. Na, még egyszer köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a live-ot, tetszett. Nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, csengőt megnyomni. Na. Bizonyos, hogy igaz férfi vagy, tudod? Még egyszer köszönjük, itt voltatok velem. Ödlök ez a disznátorkán. Én addig is... Várja, Margaret... Margaret mondta, hogy engem Evelyn, na, az öreg lány...